14. alkalommal szervezett kézműves napokat Csíkszentivánon a Bandi Dezső Kulturális Egyesület. Az egyhetes rendezvényre több településről érkeztek gyerekek, hogy különböző népművészeti tevékenységeket tanuljanak. Szorgos kezek munkálkodnak a csíkszentiváni fafaragó műhelyben. A kézműves napok alatt nem csak fiúk, lányok is megfordulnak itt. Kriszta például csak 10 éves, de már ügyesen használja a vésőt. Faragunk, fűzünk, rajzolunk. És neked mi tetszik a legjobban? A faragás. Néhányan már a jövőre gondolnak, úgy gyakorolnak a műhelyben, hogy később is hasznát vegyék. Ha később megnövünk, akkor kérnek tőlünk olyan, hogy faragjunk, és lehet pénzt szerezni belőle. A kézműves napoknak ez is a célja, hogy a gyerekek valami hasznosat tanuljanak. A faluban fafaragó kör is működik, melyet Székely Lajos vezet. A szorgosabb gyerekek ott rendszeresen gyakorolhatnak. Hozzájárul a gyerekek számos készségének a fejlesztéséhez, és főleg a szabadidejük hasznos kitöltésében játszik szerepet. Meg nem utolsó sorban a pályaválasztásban is, mert mire nyolcadikosok lesznek, akkor van egy pár gyerek, aki úgy találja, hogy talán a fa megmunkálás terén választ majd szakiskolát. Ez már a helyi iskola, ahol egy hét leforgása alatt a gyerekek többféle tevékenységet kipróbálhatnak, az agyagozástól a hagyományos szövésig és a modernebb quilling technikáig. A népművészeti tevékenységekben nem csak az alkotás, a mozgás is szerepet kap. A kultúrotthonban néptáncot tanulhatnak a gyerekek.